A Tolnai Gondozási Központban működő védőnői szolgálat szakemberei számára is különleges helyzetet hozott a koronavírus járvány, hiszen nem a megszokott protokoll szerint folytathatták feladataikat, így az egyik pillanatról a másikra kellett az új helyzethez igazítani a tevékenységet. Ilyet azt gondolom, hogy még az idősebb kolléganők sem tapasztaltak meg, hogy jön egy ilyen járványügyi veszélyhelyzet, amiben teljesen másképp kell dolgoznunk. A szakmai iránymutatás szerint innentől kezdve nekünk távmunkában kellett ellátni a védőnői szolgálatnak a feladatait, ami azért óriási nehézség, mert pontosan az egyik legfontosabb eszközünket, a családlátogatást nem tudtuk megvalósítani, illetve csak a legszükségesebb esetben mehettünk ki a családokhoz, és az összes létező internetes csatornát felhasználva, távkommunikációs eszközt felhasználva kellett dolgoznunk, ami azt jelentette, hogy telefonon, e-mailben, illetve a különböző csatornákon keresztül, internetes csatornákon keresztül tartottuk folyamatosan a családokkal a kapcsolatot, ami nagyon fontos volt, hogy megvalósítottuk azt, hogy a várandósok ellátása ebben az időszakban is folyamatos legyen, hiszen az újonnan jelentkező kismamáknál nem késhetünk el a vizsgálatokkal, a felvilágosítással, és ezt mindenképpen meg kellett oldanunk. Egyénileg egyeztetett időpontokban dolgoztak a kolléganők, és várták a kismamákat. Ehhez nagyon jól alkalmazkodtak egyébként a családok, tehát azt gondolom, hogy külön dicséret a szülőknek abban, hogy segítették ezt a fajta munkát, és mindenki megértette, hogy most otthon kell maradni, de ennek ellenére ez a fajta egészségügyi ellátás nem szűnik meg. A kismamák a személyes kapcsolatok elmaradása miatt folyamatosan kérdeztek a meglévő csatornákon. Most ugye előtérbe került az, hogy mi a teendő a járványügyel kapcsolatban, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy megóvjuk a családot, maradjunk itthon, ne maradjunk itthon, mi lesz a vizsgálatokkal, amikre ugye előre megvoltak az időpontok, hogyan alakulnak a védőnői szűrővizsgálatok, ebből mit tudunk megvalósítani, és el kell mondjam, hogy szerencsés az a helyzet, hogy a védőnői szűrőseknek az a része, ami a szülővel kommunikáció útján történik, az ebben az időszakban is megtörtént folyamatosan. Határozottan féltek, hiszen arról nincsenek kutatási eredmények, hogy ez milyen hatással van a várandóságra a vírus fertőzés. A vírus lecsengőben van, de folyamatosan erősödnek a hangok egy várható második hullám megérkezéséről. Nagyon-nagyon várjuk most az új szakmai iránymutatást, hogy elindulhatunk-e látogatni vagy sem, illetve hogy mi lesz akkor, hogyha jön a második hullám. Azt gondolom, hogy egyetlen egy dologban vagyunk előnybe, hogy most már nem lepődünk meg, és fel tudjuk venni a ritmust, és tudjuk, hogy hogyan kell egy ilyen vészhelyzetnek nekifutni védőnői szemmel. Tehát ez mindenképpen az. Azt gondolom, hogy most már a tarsolyunkban van, és ezzel mi megbirkózunk, hogyha újra szükséges.